1969. február 8-a, szombat. Murder, revenge and passionate intrigue. Bernalisi stars in the Los Angeles television premiere of Love, Hate and Dishonor, Saturday at 9 on KHJ TV 9. Gina, Gina, Gina! Az arvus sejtelm is film. Hello, Mr. Schwartz. Oh, drágám, Gina. Itt van találkozom, egy jó képű. Komolyan. A bárkultnál vár önt. Mivel történetesen épp egy Rick Dalton filmfesztiválról jövök, tudom, állok szemben. Jut nekem. Nagyon örülök, Mr. Schwartz, és köszönöm az érdeklődését. Schwartz, nem Schwartz. Ej, a fene vigye el, kérem. Bocsássok meg, örvendek, Mr. Schwartz. Second Marvin. Marvin, Rick vagyok. Rick? Igen. Ó, oh, csak a fiad. A fiam? Nem. Bemutatom Cliff Boost, a kaszkadőrök. Örülök. Együtt dolgozunk a Bantilo utolsó két évad óta. A kocsimat javítják, és ő hozott el. Ez nagy kövér kamu. Rick túl sokat vezetett részegen, és bevonták a jogosítványát. Cliff viszi őt mindenhová. Akkor nagyon rendes veled. Na, ügyekszem. Nincs üzletét küldi neked a feleséged? Mary Alice Schwartz. Ó, ez kedves. Na, nagyon köszönöm. Az... Tegnap este dupla adag Lindáton néztünk meg a vetítő szobánkban. Ó, hát ez... egyszerre hízelgő és zavarba ejtő. Mit láttatok? Rendes 35-ös filmen. A Tenet és a 14 Fists of McCluskey. Remélem, hogy Rick Dalton dupla adagban nem volt túl fájdalmas élmény számatokra. Ha, de hogy fájdalmas, ugyan. Mire célzod? Mary Alice Western imádó. Western neked nézve udvaroltam meg, és most kimondottan élveztük a tenőrt. Na, ennek örülök. Tényleg jól film a szemem, Mary Alice lefekszik. Én kivezek egy havan mellett a dobozból. Rácsújtuk, töltök magamnak egy konyakot, és megnézem a 14 Fists of McCluskey-t. Micsoda film? Micsoda film? Jó film, igen. Rekekül éreztem magam. Megoldozást! Imádom az ilyesmit, az öldöklés. Hát, az van benne éppen így. Hogy te magad működtetted a lángszórót, így van? Igen, hogy ott tegye meg a fene. Én bizony. Komolyan? Igen, és elmondhatom, hogy olyan istentelenül gonosz fegyver, hogy a pokol is jobb, mint a melegebb végére állni. Igen, előtte gyakoroltam a sárkánnyal két hétig napi 3 órát. Nem csak, hogy jól mutassak vele a filmben, de hanem azért is, mert be voltam szarva tőle, hogy őszinte. Bantilo! A főszerepben Rick Dalton. Aztán a mókormesterek az archívumban átküldtek nekem még egy kis csemmegit, amiben szerepelsz. There's an old piano and they play it hot. Szóval az utóbbi években epizód szerepeket játszottál, tévésorozatokban, nem de? Igen, most is egy pilotot csinálok a CBS-nek, a címe Lancer. Én vagyok a gonosz. Meg voltam egy Ron Ealy-s Tarzanban, meg volt Land of the Giants, Green Hornet, igen, meg volt az a sorozat a Bingo Martin, ahogy is hívják, a Scott Brown-nal, igen. És játszom az FBI-ban. Most vasárnap megy le. Te mindig rossz fiút játszol az ilyenekben? Igen. És ezekben mindig valami harc van, ami? Hát nem. A Land of the Giants-ben és az FBI-ban nem, de a többiben igen. És mindig veszítesz. Igen, persze, hát én vagyok a gonosz. A régi módszer. A tévések trükkje. Menjük ezt a Bingo Martint, ez jó példa, ugye? Van egy új embered, mint ez a Scott Brown. Fel akarod építeni az ázsióját. Fogsz hát valakit egy kifutott sorozatból, és ő lesz a gond. Aztán, mikor megküzdenek a film végén, a hős legyőzi a gonoszt. De a nézők ezt úgy látják, hogy Bingo Martin jól elpáholja J.K.-t. Érted? Egy hétre rá, ilyen Ron Ealy, egy hétre rájön, Bob Conrad, a ticanadrágyám.
és elkalapál. Igen. És ha pár éven át boxcsáknak használ téged minden feltörekvő tévés főpassz, az pszichológiai hatással lesz arra, hogy a nézők milyen meglátnak téged. Igen. Csomaj, Rick! A jövő héten kiveri kimedled a szart is. Menix? Az Uncle Emplir? Az Uncle leánya? Majd mondjuk Batman is Robin? Bing! Bam! Csum! Zum! Ha padlót fogsz, akkor padlót fog a karriered is. Baj? Elült az orrom mára? Western hősöket játszol. És győzzön a kibaszott csatákban.